itt az est is tart. A napképe egy buszmegálló a 8. kerületben. 5 millió forintot fizetett a Kocsis Máté által vezetett önkormányzat a tulajdonában lévő városfejlesztési cégnek valamiért, ami gyakorlatilag sok mindenre nem jó, de buszmegállóként lett eladva. Széltől, esőtől biztosan nem véd. A tervezők célja ezzel a közbiztonság érzet javítása volt, hogy ez mennyire sikerült, döntsék el önök, de ez 5 millióba fáj. Az Európa Tanács korrupció ellenes országainak csoportja, a GRESCO, 2 évente méri a tagállamok korrupció ellenes tevékenységét. A legfrissebb jelentés a magyarországi korrupció ellenes intézkedések megerősítését és a pártfinanszírozás jobb átláthatóságát szorgalmazza. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt Marti József, a Transparency International Magyarország igazgatója mondja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval ez mit jelent a gyakorlatban, ez hogyan kell elképzelni, ez egy ilyen ennye-bennye? Hát így is lehet fogalmazni, a Európa Tanács rendszeresen tesz közé ilyen típusú jelentéseket. Ugye a GRECO csoportja az Európa Tanácsnak rendszeresen vizsgálja a korrupciós helyzetet Magyarországon. De és mi most alapján már... állították ki, bocsánat, egy a szavába, mi alapján vizsgálják ezt? Milyen jelentésekből tudják ezt? Hát különféle vizsgálatokból, nyilván ők is készítenek interjúkat, illetve ellátogatnak Magyarországra, és akkor informálódnak a döntéshozóktól, és a különféle politikai és gazdasági szereplőktől egyaránt. De ez a jelentés, ez most, és ez fontos leszögezni, alapvetően a párt és a kampányfinanszírozásról szól, és ezzel kapcsolatban fogalmaz meg kritikai észrevételeket. És mi kellene pártoknak változtatni, ahhoz, hogy jól működjenek, vagy mi volt a kifogás egyébként a magyarországi pártokkal kapcsolatban? Tulajdonképpen nagyon sok mindent megismétel ez a GRECO jelentés, amelyet több civil szervezet, így a Transparency International is már nagyon régóta szorgalmaz. Például ugye azt mondjuk, hogy mind a szabályozás, mind pedig az ellenőrzés az bőven hagy kívánivalót maga után, és akkor valószínűleg különösen finoman fogalmaztam. Tehát azt gondolom, hogy ugye a szabályozásban rengeteg kiskapu van, amelyik gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt lekövetni, hogy a pártok milyen forrásból kapják a pénzeket, és hogy a kampányok során mondjuk mire költik ezeket a pénzeket. Tehát tulajdonképpen az egész rendszert áthatja az átláthatatlanság, és azt gondolom még, mielőtt belemegyünk talán ennek a részleteibe, hogy ez egy régóta métejező probléma, tehát régóta egy olyan probléma, ami megmérgezi a magyar közéletet, mert hogy ugye nem sikerül megtörni azt az ördögi kört, hogy oligarchák és más szervezetek adott esetben a pártokat támogatják, és aztán amikor az a párt hatalomra jut, akkor valamilyen módon meghálálják ezt a támogatást. Tehát az a probléma, hogy ez az egész mechanizmus, ez átláthatatlan mind a bevételi oldal, mind pedig a kiadási oldal. Jó, de hogyha ezt önök már régóta látják, ugye a civil szervezetek, és látja most már ugye a GRECO is ezt, tehát a jelentésében ezt kifogásolta, akkor miért nem történik semmi? Vagy mi az a szankció, amit lehet alkalmazni ilyenkor? Nincs szankció, tehát ezeknek a típusú jelentéseknek nincs egyáltalán. Mi a jelentősége? Nincs szankciója. Hát ugye láttunk már ilyet, elég sok olyan jelentés látnak világot, aminek nincs szankciója. Például mi is rendszeresen teszünk az jelentéseket, és azoknak sincs semmilyen szankciója. Ez ugyan az Európa Tanács, ami mondjuk egy civil szervezetnél nyilván fontosabb intézmény, de még sincs ennek szankciója. Hát itt nyilván a politikai elit belátására lenne szükség, arra, hogy a politikai elit belássa azt, hogy az átlátható finanszírozás az hát hosszú távon az ország érdekét szolgálná, sőt tulajdonképpen már rövid távon is, de hosszú távon talán a politikai szereplők érdekeit is szolgálná. Nálunk Magyarországon egyébként miért nem sikerül, mert ha jól látom, akkor nem sikerül, vagy nem jól sikerül korrupció ellenes szabályokat megalkotni. Miért nem sikerül, és máshol egyébként ez működik? Vagy hát, sikerül ugye, szabályokat hozni? Ez a párt és kampányfinanszírozás az azért mindenhol egy csúszós terep. Tehát azért nehéz olyan országot mondani, talán az Egyesült Királyságot mondanám elsődlegesen, amelyik mondjuk példaként állítható. Amerikában, Kanadában is vannak egyébként jó példák, amiket át lehetne venni, de azért azt lehet mondani, hogy ha nem is olyan mértékben, mint Magyarországon, mert Magyarországon ez tényleg a korrupciónak a meleg ágya, és a
tényleg azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy megmételjezi a közéletet, tehát, de azért más országokban is vannak ezzel kapcsolatos problémák. Tehát mondok egy-két nagyon konkrét javaslatot, amit mi már ugye régóta mondunk, és amelyek közül néhányat a Gréco is megerősít most. Tehát például ugye az óriás plakát kampányokat is átláthatóvá és nyilvánossá kellene tenni. A jelenlegi szabályozás nem teszi azt kötelezővé, hogy meg lehessen mondani azt, hogy melyik párt mennyit költ például óriás plakát kampányokra. Aztán egy másik teljesen értetetlen szabályozási probléma, mármint teljesen értetetlen az, hogy ez így van, az a probléma, hogy ugye miközben az egyéni jelölteknek kampányszámlát kell vezetnie, és ezt a kampányszámlát ugye a kincstárnak kell vezetnie, ez nagyon jó, és ezt üdvözöljük, akkor közben a pártoknak nincs ilyen kötelezettségük. Tehát a pártok tulajdonképpen a rájuk bízott vagyonnal szabadon gazdálkodhatnak, és ez mindenféle visszaélésekre ad okot. A megoldás lenne, csak kérdés, hogy alkalmazza majd valaki ezt a jövőben. Várjuk vissza ide hozzánk is, meg az eredménnyel is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.